lehet. Nem, annyira nem. Mi van, mi a baj? Fúj, szerintem nem érted ezt az irdatlan húgy szagot? Hát őszintén szóval nem igazán, tudod, ez a férfi WC, és ez egy ilyen férfias szag. Fúj, hát ez egyáltalán nem romcsi. Hát ez nagyon sajnálom, de hát érted, most nincs jobb, de nagyon zavar. Hát, ami azt illeti, igen. Hát nem tudtam, hogy ennyire finnyás vagy. Jó, nem vagyok finnyás, nem. Ez meg mi? Nem tudom, hogy igen. Nyárj, te vagy mit csinálsz itt? Szerinted? Jó, kocsolj innen inkább. Jó. Jó, mindegy, hagyjuk, engedjük el, felejtsük el. Nem történt semmi, itt vagyunk ketten egymásnak. Igen. Ez már megint? Miért? Dominik! Te még mit művelsz? Szerinted? A WC-ben vagyunk. Bár mondjuk ez elég jó ötlet. Figyelj, szépen, mi eljövök a pillanatban, én csak ő... Versenyzünk benne. A halloweeni szokásokról fogok nektek beszélni. Én azt kérdezném elsősorban, hogy tudtok-e bármit is a halloweenről. Jeanette? Ez tuti egy Bécsből eredő szokás. És ezt miből gondolod? Hát mert Halloween, és benne van a nevében, hogy Ween, és ez pedig Bécset jelent. Ween valójában Bécset jelent, ez igaz, de semmi köze a Halloweenhoz. Na nézzük. Ez egy ősi, kelta hagyományokból alakuló ünnep, általában október 31-én ünneplik, ennek az éjszakáján, mit elsősorban az angol száz országokban tartanak, bár mára már az egész világon elterjedt, és Magyarországon is szokás megünnepelni. Az ünnep őse a pogány kelta boszorkányok, kísértetek és egyéb démonok ünnepe. A Samhain volt október 31-én, amely egy kelta halálisten, a druidák istene. Május 1-i Beltén ünnepnek az október 31-i Samhain ünnep ellenpontjaként az esztendő napos felének eljövetelét jelentette, amin ember áldozatokat is bemutattak. A Halloween ünnepben idővel összemosódott a római pomona, a gyümölcsfák és kertek istennőjének ünnepe. A parentália a holtak tiszteletének szánt nap. A Lemurália ünnep, ami a római vallásban olyan ünnep volt, amelynek során az ókori római ördögűzési ritusokat hajtottak végre. Nem tudom, miért kell órán is ilyen hülye témákat felvetni. Sziasztok, lányok! Sandy, szép a barátnőd. Meg amúgy te is. Figyelj, nem lenne kedved majd taizni, mert Júlia amúgy sem jelen rá, és hát, ha te eljönnél velem. Mikor jössz értem autóval? Autóval? Én nem tudok vezetni. De autód legalább van, ugye? Nincs kocsink sajnos. Nekünk van. Tényleg is milyen? Egy Suzuki, de csak 3 éves. Hát... Sajnos ez kevés lesz.
Viszont van egy új órám. Bankkártyád van? Nem, még nincs. Akkor mi lesz? Bemegyünk az Arába, a cuccaimmal odamész a pénztárhoz, és azt mondod, 8 óra van? Már régóta akartam beszélni veled, olyan szomorúnak látlak. Helyedet se találod az osztályban, valami probléma van? Hát nagyon hiányzik a Berci. Elhiszem. Beszéltem már szüleiddel is, és vele is, és van egy jó hírem. Megpályáztunk részedre egy ösztöndíjat Amerikába. Tanárnő, nem látod, hogy beszélgetünk? Nem szeretem, ha valakit ugyanúgy hívnak, mint engem. Tanárnő, nagyon fontos dologról lenne szó. Figyelj, neked mennyire fontos a szerelem? Hát nagyon fontos. Jó, és hogyha most nem csak a lelki szerelemre gondolok, hanem a testire is, van már tapasztalatod? Persze. Tényleg, és honnan? Hát akkor én már megtanított mindenre. Mindenre? Nem tudtam, hogy ebben az iskolában ilyet is lehet csinálni. Miért? Mit láttál? Paulánál egy nagy szivar volt. Tényleg? Hát ez őrület. Igazából sok probléma van mostanában vele, úgyhogy a körmére is nézek. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad. Nagyon sok problémája volt már eddig is Paulának a szivarozással. Le fogom róla szoktatni. Paula? Többiek sipirc. Igen? Úgy hallottam, hogy megint szivarozol. Ez hazugság. Sőt, most is van nálad egy. Azonnal vedd elő. Nincs nálam semmi. Biztos? És ez itt? Ja. Lebuktál. Ezt elveszem. De ezt Olivértől kaptam ajándékba. Nem érdekeld. Az iskolába ilyet nem hozunk be. Ezt már számtalanszor megmondtam. Nem tudom. Egy új szokást fogunk a mai naptól bevezetni. Méghozzá a tantestület együttesen úgy döntött, hogy a diákok nagyon sűrűn használják óra közben is a mobiltelefonjaikat. Ez ugye a tanulás rovására megy. Úgyhogy minden órát azzal kezdünk, hogy ide az tanári asztalra leteszitek a saját mobiltelefonjaitokat. Ez nem vita tárgya, így kezdjük az órát, úgyhogy kezdjétek meg. Rozi, köszönöm szépen. Tessék. Minél gyorsabbak vagytok, annál hamarabb kezdjük az órát. Igen. Itt lesz, semmi baj nem lesz, mindenki láthatja. Köszönöm. Igen. Ez egy nagyon jó ötlet. Szünetben rengeteg időd lesz rá. Holnap meg még kitalálják, hogy csapkát se vár. Mindenki a szünetben fogja elintézni a különböző dolgait. Én nem tudok élni a telefonom nélkül, tanárnő. Szerintem meg fogod próbálni, és sikerülni fog. Én biztos vagyok benne. Nem. Úgy, nem lesz semmi baj, semmi baja nem lesz. Itt lesz, úgy. Fantasztikus. Köszönöm szépen. Tehát 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tehát ki az az öt ember, aki nem adta le? Igen? Nekem nincs a telefonja talán. Szüleimnek nem tudják. Én tényleg ott hagytam tanárt. Komolyan. Tehát ha valakiről kiderül, hogy mégis van nála telefon, akkor az alsó hangon először is igazolatlan órát kap, és mehet is az igazgatóhoz. Jó, hát, nem! Tényleg nincs! Nem hazudok! Át lehet engem kutatni! Dőljön rá az épület, ha hazudok most! Robbanjon fel, mert nem tudom, de nem! Tényleg, át lehet kutatni, minden nincs nálam. Én tisztességes állampolgár vagyok, nem hazudok. Elnézést, Katta tanárnő! Igen? Én indítványozom a telefonhajtó vadászatot, hozzunk kutyákat, meg mindent, és akkor derüljön itt fény a út végére, vagy hogy mondják, de mindegy. Szóval, hogy mindenki adja be a telefonját.
Most! Komolyan mondom, itt kell itt perpatvart csinálni állandóan, inkább keres valami robbanószert. Sajnos hozzon a kutyát, aztán szimatoljon már ki az összes telefont, én Olivérnél szimatolnék egyébként körbe, hogy nincsen-e nála valami fogkrém, vagy robbanószer, vagy anyám kínja, úgyhogy szerintem hanyagoljuk a kutyákat. Kezdjük akkor a földrajzórát. Ki hogyan emlékezik arra, hogy a Kárpát-medencét milyen típusú hegység veszi körül? Nagy! Magas! Magas hegység! Gyűrűs! 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 Esetleg vagy rő! Az egyik életcélom az az, hogy Bendével családot alapítsak, a másik meg, hogy mindig jobb legyek Julinál. Akkor? Szóval szeretnél tag lenni. De ugye tudod, hogy ennek ám vannak feltételei. Mint például, hogy bátornak kell lenni. Szerintem én elég bátor vagyok. De ide csak a legbátrabbak jöhetnek. Krisztus bá ezt kijelentette. Uh-huh. És Barbie ugye nem tag? Nem. Barbie nem tag. Jól van, akkor szeretnék tag lenni. Rendben. Akkor azt tudom mondani, hogy meglátjuk, megbeszéljük Krisztus bával, és hogyha úgy dönt, akkor talán. De ugye tudod, hogy próbákat kell kiállni. Juli. Igen? Te tényleg tagja akarsz lenni ennek a társaságnak? Milyen társaságnak? Hát, amiben így a Bendig benne vannak ennek a fura társaságnak. A Barbie mondta, hogy nagyon para az egész. A Barbie ezt mondta? Igen. Képzeld, tényleg tagja akarok lenni. Sziasztok. Te meg itt mit akarsz? Szeretnék tagja lenni a társaságnak. Hát ez a napvicce! Igenis, jogom van a tagja lenni a társaságotoknak. Dominik, itt kemény próbákat kell kiállni. Menne, bármi menne. Cica nadrág van? Mennyi szép! Ha Juli tag akar lenni, akkor én is az leszek. Hát jól van. Te akartad. Réka, tér már magadhoz, ide fognak jönni. Hagyjál már békén, rosszul vagyok. De Réka... Mi történik itt, lányok? Réka, jól vagy? Nem. Réka, figyelj rám. Nem tudtok valamit? Mi történt vele? Nem, tanárnő, csak kijöttünk is, rosszul volt már akkor. De nagyon alkoholszag van. Mi ez itt nálad? Tanárnő, az csak energiaital. Igen, és viszki illata van, ugye? Nem, tényleg energiaital. Ezt nem hiszem el. Réka, jól vagy? Nem. Nem tudunk róla semmit, tanárnő. Te jó ég, ide tartsad! Ezt mégis hogy képzeltétek? Na gyere, Réka! Gyere! Ha már a lányok nem segítenek, gyere! Valahogy hiszem, az anyukáddal el kell beszélnem. Lányok, mi volt ez az előbbi jelenet? Most mi a baj a Rékának? Most megpartiztattátok már megint? Mi az, hogy már megint? Most először. Mi az, Paola? Ja, ezt Olivértől kaptam. Ilyen apróság. Mi van benne? Hát, kérlek szépen, ebben egy elefánt van, ez a tamil elefánt, és hát ez egy ilyen különleges darab. És hát, mennyibe kerül? 30 000 volt. Igen.
Úgyhogy ez az egyik. A másik, meg egy elefánt, ugyanúgy. És ez pedig a Singales elefánt. Halló, lányok! Szia, Olivier! Hallom, jól keresel a 999-nél. Hát, nem panaszkodom. És azt is hallottam, hogy most vettél Paulának 20 000 forintos elefántot. Aha, ez így volt. Hm. És kocsid van? Szia, kicsim! Mit csinálsz itt ezekkel? Gyere, menjünk! Gyere! Megmondtam, hogy menjünk. Sziasztok, egy kis figyelmet kérnék. Remélem senki nem felejtett el, hogy Halloween party lesz. Úgyhogy remélem mindenki beöltözik, nem lesz jelmeztelenül. Persze nem csak az osztály jelenlevő tagjai, a meghívottak, hanem mindenki, aki az iskolában van. Szia! Készen állsz? Hát készen állok, bár nem tudom pontosan, hogy mire kéne készen állnom. Próbákat kell majd kiállnod. Először is meg kell keresned a labirintust az iskola alatt. Majd ki kell jutnod. Azt a labirintust, ahol többen is meghaltak, és állítólag tele van szellemekkel? Ó, igen. És állítólag csontvázak is vannak. De még. De ne aggódj, kapsz térképet. És lesz egy kis segítséged is. Maga az ördög. A tanárok azt mondták, hogy oda szigorúan tilos belépni. Jaj, cicus, nem lesz semmi baj. Ha meg mégis, akkor így jártál. Hát, már megint bántani akarsz? Nem. Már régóta nem akarlak bántani. Figyelj, egyszer azt mondtad nekem, hogy szívesen megölnél. Igen. Hát most megteheted. Mi? Sülyésked? Nem. Nagyon is komolyan beszélek. Van egy tervem. Hello, Dominik! Még mindig tagja akarsz lenni a társaságunknak? Hol van Júlia? Hát tudod, ez az első feladatod. Meg kell őt keresned a labirintusban. Ti leküldtétek a labirintusba az iskola alá? Normálisak vagytok? Oda szigorúan tilos nekünk lemenni, tele van még háborús dolgokkal, és az nagyon sokan meghaltak. Most el kell menni a labirintusba, most ez komoly. Jó ez a ruha. Köszi. És a cipőm? Tökéletes lesz, tudod, ott lent úgyis patkányok vannak, és valahol fél méter mély víz. Uha. Na induljunk. Oké. Tudod, milyen hosszú ez a labirintus? Nem, fogalmam sincs. 102 kilométer. Mennyi? 102. Pontosan. Jól lesz, elég sem tűnt, Tomi. Nem erre. Jössz? Nem áll senki. Biztos? Biztos lehet, jó. Oké.
Jézusom. Itt valakinek nagyon rossz napja volt, de legalább a testének többi részét eltemették. Durva. Megmondták a tanárok, hogy szigorúan tilos, hogy nem lehet. El fog tévedni, nem hiszem el. Nem baj, szeretett Judit, ha szeretett Judit, akkor ezt meg kell tenni érte. Persze, a szerelem mindenre képes. Hát ez a postumi 100 km hosszú. És többen meghaltak. Berci is mondta, hogy itt többen meghaltak. Több százan. Nem akarok, sötét van. Mindentel van vele. Nem akarok. Nem látok semmit. Úristen. Mi volt ez? Mi volt ez? Nem látok semmit, és én nagyon félek. Nagyon félek. Uramisten. Jenny, segíts már! Nem tudom, hogy merre kell kimenni. Félsz? Hát persze, hogy félek. Akkor feladod? Barbie, biztos, hogy feladnád, de én nem fogom. Akkor gyere, menjünk vissza a szörnyedhez. Oké. Erre nincs semmi. Akkor merre kell? Rossz irányba jöttem. Juli, szerelmem, itt vagy? Istenem. Nem fordulhatok vissza. Most már biztos, hogy nem fordulhatok vissza. Idióta az, aki ilyet épít egy iskola alá. Nem akartatok. Szarom a téledbe. Micsoda? Gyere, keressük meg! Ez tényleg Dominik? Hát a belei még megvannak.
Ti komolyan körbe raktátok gyertyával? Nem én voltam. Nyugi, Juli. Csak én vagyok az, Manu. Hú, akarja. Te raktad ki Dominikot gyertyával? Én hozzá se nyúltam. Dominik! Dominik! Jól vagy? Ah, Juli. Nyugi! Ez csak Manó! Dominik! Ez csak Manó! Manó! Igen. Manó! Ti miért raktatok engem körbe gyertyával? Mi nem raktunk téged körbe gyertyával. Azok meg kik ott hátul? Nem tudom. A többiek fent vannak. Ezt nem hiszem el! Én ezt nem ilyen túl! Nem akarok a társaság tagja lenni! Juli, szerintem ők nem a társaság tagjai. Úgyhogy pucolás! Nyugi, kiálltad a próbát, megfoghatod a koponyát. Baszki, nem akarom a koponyát megfogni. Jaj, nyugi már! De hát már a társaság tagja vagy, kiálltad a próbát. Ti nem vagytok normálisak. Az lehet, de te viszont tag vagy. Sziasztok, köszöntök mindenkit. Nem tudom, hogy rájöttetek-e, hogy én minek öltöztem. Szexi, hát ezt köszönöm szépen. Igazából diáklánynak öltöztem, visszamentem én is abba a korba, amikor még diák voltam. Hát tanárnő, én ezt biztos nem hiszem, hogy maga valaha diák volt. Igen. De az biztos, hogy szexinek szexi. Látom viszont, te báránykának öltöztél? Tanárnő, ez nem párány, ez egyszarvú. Akkor most a karmaimmal kinyírom ezt az egyszarvút. Ne bántsd már az egyszarvút! Eszti, a jelmezed valami csuda. 10 pontot adnék a Gryffindornak. De talán ennek köze sincs a Harry Potterhez. Hát nézze már meg, mindjárt kiköpöm a golyót. Úristen, Muti, benyelted a golyót? Hamarosan megérkezik Krisztus tanár úr, és plusz pontot kap, aki rájön, hogy minek öltözött. És minek öltözött, szadista vadállatnak? Hogy beszélsz Krisztusbáról, Olivier? Tanár úr, ezeket nem érkezéskor kell mondani. Hát Krisztus, nálad jobb Terminátort el se tudnék képzelni. Szerintem te is Grácsban születtél. Miért? Grácsban csinálják a Terminátorokat? Itt a társaság új tagja. Nagy taps! Milyen társaság? Elhoztad? Elhoztam. És megcsinálod? Megcsinálom. Akkor induljunk. Dominik hol van? Nem tudom, valahol a labirintusban, vagy kiszaladt. Fogalmam sincs. Tök ugyanállna Julinak a ruhája, mint a tiéd. Nekem mondod? Órocska állandóan kopizni akar engem.
de ettől még nem lesz az övé a bende. Hát, te meg milyen állatnak öltöztél? Nem látod? Leopárd. Nagyon félelmetes. Ha. Ja, majdnem beszartam. Hát, látom, te szobalánynak öltöztél. Igen. Majd veszek hozzád egy szállodát. Jaj, hát kicsi vagy te még ahhoz. De legalább a bundám kiporolhatnád. Hát figyelj, lehet, hogy Barbie lekoppintotta a ruhámat, viszont nem ő került be a társaságba. Hát te minek öltöztél? Én baba vagyok. De a babák általában szépek. Végre nem vagytok egyformák. Ez akkora könnyebbség nekem. Ja, meg kifolyó tajfesték. Végre én vagyok a menő. Krisztus, nagyon jól adod a Terminátort. Néha nagyon pusztító a kedvem! Réka, itt jó lesz? Jó. És hogyan csináljam? Egy erősítés a nyakra és kész. De biztos, hogy ezt akarod? Biztos. Rendben, akkor kicsit húzd le. Akkor szia. Szia.